Ukrajna több településéről is jelentettek civil áldozatokat az orosz és az ukrán hadsereg támadásai után. Sokan már nem csak a légitámadások, hanem az áram, élelmiszer és ivóvíz hiány elől is menekülnek. Jelenleg Odessa környékén a legrosszabb a helyzet. Csak elszenesedett romok maradtak a piaci standokból Donyeck egyik külvárosában hétfő reggelre. A helyi tűzoltók még napfelkelte után is oltották az izzó törmeléket. Az Oroszországhoz csatolt területen állítólag lakónegyedeket bombázott az ukrán hadsereg vasárnap. A donyecki orosz baráthatóságok szerint 2 óra alatt 36 rakéta csapódott be több településen, amelyek miatt 9 civil vesztette életét. A moszkvai védelmi minisztérium közben arról számolt be, hogy a Donyeck régió ukrán ellenőrzés alatt álló részein több katonai légijárművet is megsemmisítettek. Az orosz légvédelmi rendszerek megsemmisítették az ukrán légierő 2 MIG-29-es repülőgépét a Donyeck népköztársaságban. Ezen kívül 2 ukrán Mi-8-as helikoptert lőttek le Donyeck városától északra és nyugatra. Az elmúlt 24 órában pedig 6 pilóta nélküli légijármű semmisült meg Luhanszki, Harkivi és Donyeck településeknél. Fogalmazott az orosz védelmi tárca szóvivője. Ukrán jelentések szerint hétfőn ismét számos áldozata volt az orosz légicsapásoknak, 2 ember vesztette életét egy donyecki faluban, további 2 halottat jelentettek Herszon városából. Az egy hónapja visszafoglalt települést naponta több rakéta találat éri. A folyó bal partjáról lőnek minket, a mi katonáink pedig viszonozzák a tüzet. Néhány napja a garázsban kellett menedéket keresnünk egy légitámadás elől. Hallottuk, ahogy a repeszek a garázsajtónak csapódtak. Indokolta meg egy nő, hogy miért várakozik a herszoni vasútállomáson. Már nem volt vízünk, sem villanyunk, sem gázunk, semmi. Most nyugodtabb a helyzet, de erősen bombáznak. Mindent elpusztítanak, ezért elmegyünk. Panaszolta egy másik asszony, miután felszállt egy nyugatra tartó szerelvényre. Azonban ott sem jobb a helyzet. Az odesszai területen például 1,5 millió háztartás van áram nélkül vasárnap este óta, miután orosz dróntámadás érte az elektromos hálózatot. Mindent megteszünk, hogy újra fényt vigyünk Odesszába. Egyes helyeken már sikerült helyreállítanunk az áramellátást. A régió azonban továbbra is az áramkimaradások által legsúlyosabban érintett terület, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében. Az odesszai energiaszolgáltató vállalat szerint hetekbe, akár hónapokba is telhet, mire helyreáll az áramszolgáltatás a területen. A Fekete-tenger partján fekvő város kikötőjében viszont már néhány órás kiesés után visszaállították az áramellátást, így ismét megindulhatott a hajóforgalom. Közben a The Times azt írja, az amerikai védelmi minisztérium zöld utat adott Ukrajnának, hogy a tőlük kapott drónokkal Oroszország területét támadja. A brit lap szerint a Pentagon döntése a konfliktus további kiéleződésével járhat.